Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosban, ebből zöldet magasba. Kezdjük is a Mester 3 sejtjével, lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még új, annak ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírás, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. És akkor haladjunk is tovább bevezetőnek. Na most már csak mutatom már, hogy egy hete akarom. Na ilyen egy oldal, ilyen egy komoly honlap, nem az, hogy fekete-fehér szöveg van rajta. Az iPhone SE-nek olyan jól megcsinálták a honlapját, hogy csak na, most csak tekerem az egeret, és így mennek a képek rajta folyamatosan. Én nem is drága, mert csak vagy 120 ezer, vagy hát mindegy, hát ahhoz képest, hogy félmilliós telefonok vannak, meg ilyenek. Úgyhogy, na de nem is ez a lényeg, ez nem a reklám helye, hanem hogy mi képeket, stb. Na most mi történt ezzel, jó? Hogyha ennyire így meg lehet csinálni egy honlapot, hogy ilyen szinten működjön, ennyire látványos legyen az egész. Úgyhogy oké, tudod, hogy jaj, minden, még a madarat is még kihúzza a széleit, meg műképeket csinál, meg műfényt, meg mindenkire, tehát valós képeket már nem is lehet látni, mert mindent átalakítanak már a telefonok. Hogy mesterségesen jobban nézen ki. Jó, na ilyen egy komoly honlap, ezt csak azért akartam bemutatni. Jó, és akkor nézzük tovább. Euronews világgazdaság azt mondja, hogy első körben, jó, ezt le kell itt izé. Hú, itt valaki írta, ez tök jó dolog volt, egy gipszek a írta, hogy a történelem egy gonosz dolog, csak ellenszenved, utálatot, gyűlöletet szít. Értem is, hogy ez a legértelmesebb gondolat, amit hetek óta hallottam. Sajnos valóban ott tartunk, hogy ilyen sötét múltban élő szociopaták lehetnek hatalmon és gyilkolhatnak kényük kedvük szerint. És akkor ez a, mert az ők nagyapád a múlt században térgyen rúgta az enyimet, ezért most megöllek. Úgyhogy ilyen szinten mennek a népek, hogy mert mi volt 50 éve, meg 100 éve. Na jó, nézzük, most Zelenszky üzent Viktorunknak, azt mondja, hogy ezt le is adom. Figyelj, Viktor, tudod te, mi megy most Mariupolban? Kérlek, ha tudsz, te is menj le nálatok a vízpartra, és nézd meg azokat a cipőket. Meg fogod érteni, hogy a tömeggyilkosságok a mai világban is megtörténhetnek. És ez az, amit Oroszország ma művel. Ugyanazok a cipők Mariupolban, ugyanazok az emberek, felnőttek is gyerekek, nagyszülők, több ezren vannak. És ezrek mentek el. És te tétovázol, hogy kivesd a szankciókat, vagy sem? És te hezitálsz, hogy átengedd a fegyvereket, vagy ne? Tétovázol, hogy kereskedj Oroszországgal, vagy ne? Nincs idő tétovázni, most dönteni kell. Hiszünk benned, szükségünk van a támogatásodra. Hiszünk a népedben, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Nem potrivna vaša підтримка. Ми віримо в твій народ. Az ukrán elnök szavaira Havasi Bertalan közleményben reagált. Mint írta, az ukrán elnök két dolgot kért Orbán Viktortól, hogy szavazza meg az Oroszország elleni szankciókat, és engedje át az Ukrajnának szánt fegyverszt. Orbán Viktor mindkét kérést elutasította, mert azok ellentétesek Magyarország érdekeivel, fogalmazott közleményében a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Fantasztikus, itt tartunk. Én csodálkoztam, hogy te nem mutatod be, most besétált úgy, hogy nem mutatod be, pedig mindig így szokott bemutatni mindenkinek az emberünk. Na nézzük tovább, azt mondja, hogy... ha Magyarországra megszavazta a NATO... Összesen 5 NATO tagállam küldhet néhány száz katonát Magyarországra. Jó... Tovább, itt, hogy mennyien menekültek el, és azt néztem, hogy 270 ezeren Oroszországba oda is elmenekültek, mert ugye bár itt Magyarország 330, Lengyelországban több mint 2 millió menekültek már Ukrajnából. Na de itt a lényeg, hogy az orosz 270 ezer, az miből van? Itt van egy másik hírbe. Kijev azzal vádolja az oroszokat, hogy több mint 400 ezer civilt hurcoltak el erőszakkal a lerombolt ukrán városokból, hogy túszként használják őket. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy az áttelepítettek maguk akartak Oroszországba menni. Aha, jó, nézzük tovább.
Bármikor megkezdődhet Odessa ostroma, ebben nem is az a lényeg, hanem itt a hajókja, amit tegnap már mutattam. Jelentős utánpótlástól fosztotta meg az orosz egységeket, hogy péntek reggelre már két hadihajójuk is megsemmisült az Azovi-tengeri Berdyanszkban. Az ukránok azt állítják, hogy ballisztikus rakétákkal találták el az Orszk és a Szaratov nevű orosz hadihajókat. Királyság, jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy így tüntettek Brüsszelben, lefeküdtek a földre az emberek, ukránok tüntettek Brüsszelben, miközben az unió résztvevői a háborúról tanácskoztak. És akkor mi volt itt a tanácskozáson? A hetek csoportjának brüsszeli nyilatkozatához hasonlóan az ENSZ közgyűlése is elítélte Oroszországot az ukrajnai invázió miatt, és követelte az orosz erők kivonását. 140 tagállam szavazta meg az állásfoglalást, 5 szavazott ellene, Oroszország, Szíria, Belarus, Észak-Korea és Eritrea. Ja, India meg Kína tartózkodott, azt mondja, hogy tovább... Amíg energiát vásárolunk Oroszországtól, addig mi is finanszírozzuk a háborút, ez nagy probléma. Minél előbb meg kell értenünk, hogy az orosz háborús gépezet számára ez jelenti az oxigént, tette hozzá a lengyel kormányfő. Igen, hát ez sajnos így van, nézzük tovább. Észak-Korea, atya úristen! Az túl ballisztikus rakétateszteket nyomatnak itt Kim Jong-unék, és tulajdonképpen egy... Hagyjuk már ezt a zsebdiktátort itt, és akkor erre én megírtam azt, hogy ugye meglátjátok, hogy a szöveg az az, hogy csak a kommunizmus utáljuk a nyugatot, a valóság meg az, hogy iriglem a nyugatot, forgatok is egy kis filmet bőrjakóban meg napszemcsibe. Úgyhogy ezt nyomatja most Kim Jong-un. Kim Jong-un, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság legfelsőbb vezetője, igazi hollywoodi stílusban mutatta be a világnak egyre növekvő rakéta arzenájának legújabb ékkövét. A Hwasong 17 interkontinentális ballisztikus rakétát, a hősies dokumentumfilm stílusában forgatott videóban a vezető személyesen felügyeli a rakétaindítást. Észak-Korea 2017 óta nem hajtott végre ilyen tesztet. A rakéta Japán északi felségvizeinek közelében zuhant le. A kísérlet a nemzetközi közösség egyöntetű elítélését váltotta ki. Ja, és még a végén is ilyen csodálatos kisfilmet forgattak. És oldja fel a szankciókat. Ehelyett Washington válaszol, újabb szankciókat léptetett életbe észak-koreai szervezetek és személyek ellen. Ott, jaj, Istenem. Jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy Twitterre mi minden került ma ki. Hát lehet, hogy page down azok úgy gyorsabb, mennyit kell itt tekerni. 23, itt már túlmentem, ez. Túl erős a page down. Jó, mindjárt itt vagyok az elején. Igen, azt mondja, hogy aha, itt fog kezdődni. Ja, ez csak mellékszál, ez egy dók van kiírta, hogy ez ember nagyon jó Starcraftban, nagyon jó befektető is, de a protoszoknak a játék. Na mindegy, ez csak saját sztori, a jó Starcraft, ez a világ legjobb játék, aki egymagában nem az, hogy csapattal, meg másokra hagyatkozni, egymagában tényleg valamit le akart tenni az asztalra számítógépes játékok tekintetében, annak a StarCraft-ot ajánlom. Azt mondja, hogy na kezdjük is, az ukrán hadseregnek 43-mal több tankja van, mint a háború kezdetén. 74 tankot vesztettek, de 117 tankot meg elfoglaltak az oroszoktól. Akkor tovább... Csornobavkát már 10-szer akarják elfoglalni az oroszok, de megint nem sikerült nekik. Emellett megint írják a Nexta, hogy miközben egy párhuzamos univerzumba, Oroszországba azt mondják, hogy mióta megkezdődött a speciális katonai művelet Ukrajnába, minden a terv szerint halad, minden célunkat elértük. És az élet azokon a helyeken, amit már felszabadítottunk a nacionalistáktól, azok ott tök jól megy meg ilyenek. Mikor látjuk, hogy nem is bírnak tovább haladni, mert tolják vissza őket az ukránok, otthon még mindig megy a hazudozás, hogy mi vagyunk a legjobbak, minden sikerül nekünk. Nézzük tovább, brit védelmi miniszter is azt mondja, minisztériumtól is azt mondják, hogy az ukránok már kitolták Kijevtől több mint 35 kilométerre az oroszokat. És akkor az oroszok itt mondják, hogy új a frontvonalba beküldték itt a nagy kapitányukat, és akkor ő 30 kilométerre van Kijevtől. Közben írják az ukránok, hogy itt van, hát látszik a háttérben, hogy minden, hogy nem 30, 50 kilométerre van Kijevtől, úgyhogy, hát na mindegy.
mindenbe a valóság ferdítése megy az oroszoknál. Itt Girkin Strelkov, egy terrorista Oroszországban, ő is nyíltan kijelentette, hogy elbukott itt a Putyinnak a háborúja, a speciális hadművelet. Tovább, itt egy igen, Voronyezben egy, egy pártag, vagy ilyen egy főember, ő is mondja, hogy teljesen ellenzem, amit Putyin csinál itt Ukrajnában jelenleg, és én is háborús bünténynek mondom azokat, amiket csinál. Úgyhogy Oroszországnál, oroszoknál már így belsőleg is mennek a zavarok, rájöttek, hogy nem igazán, kicsit azért megzakkant itt az ember náluk, Putyin. Itt egy nő Oroszországban is azt mondja, hogy az ország, ami tragédiaként éli meg, hogy bezár a McDonald's, de közben meg a szabadság, a jogok semmit nem jelentenek számukra, egy olyan országnak nincs jövője itt Oroszországnak, mondja az orosz mama. Tovább, Putyin megengedte személyesen is, hogy Abramovics tárgyalhasson az ukránokkal. Akkor tovább, itt egy ukrán rendőr felajánlotta, hogy ő el is megy túsznak az oroszokkal, csak legalább hagyják már, hogy a gyerekeket kivigyék Mariupolból. Oroszok mutatják, hogy mennyi aranyuk van, itt tartalék, ez mind orosz területen. Tovább, igen, megyünk az energia irányba. Olaf Scholz kijelentette, hogy Németország már csak nem fog rubelbe fizetni a gázért, mert ott vannak a szerződések, tisztán le van kötve a szerződésbe, a valuta is le van benne van foglalva a szerződésbe, hogy milyen valutával kell fizetni, ez nem véletlen, úgyhogy francokat fognak ők rubelbe fizetni Putyinnak. És akkor végre megindultak, mert nagyon ők voltak az Olaf Scholzát leginkább ellen, hogy ne csökkentsük már, meg vegyünk már még olajat Putyinéktól, meg minden. De most már ők is azt mondják, hogy év közepére a felére akarják csökkenteni az orosz olajimportot. Tovább Ursula von der Leyen azt mondja, ők is azt mondják, hogy az EU nem fog, ez egy zsarolás, hogy rubelbe fizessenek, arra várhat Putyin, nem fog az EU rubelbe fizetni nekik. Tovább, igen, Ursula von der Leyen, az EU meg az USA összeálltak, támogatják egymást, az a lényeg, hogy most már USA-ból fogunk venni folyékony gázt, azt könnyebb szállítani az Unióba. Ez többbe fog kerülni az Uniónak, mint az orosz gáz, de jelenleg ez azért ugyebár ez a nem mindegy, hogy most itt a golyók itt röpködnek a fülünk mellett, vagy nem. Úgyhogy akkor többbe kerül. Azt mondja, hogy Anonymous, ezt tegnap nem tudom, nem emlékszek, hogy mutattam volna, úgyhogy ezt gyorsan bemutatom, hogy orosz ATM-et hogy meghekkelték itt. Írja ki, hogy próbálnak pénzt felvenni, azt írja ki, hogy éljen Ukrajna. És akkor már ugye ez is visszajössz. Kaszikói. De még az oroszok is csak nevetnek rajta. Ugye már itt se az van, hogy megölni az ukránokat, mert mit csinálnak, hanem az csak Putyinnak a magánszáma. És akkor igen, jó, ez meg itt az igazi magánszám. Út az emberünk úgy elmondja itt a helyzetet, hogy mi az igazság, hogy ez valami hihetetlen. Pillanat, mutatom is, azt mondja, hogy kicsit lentebb a hanggal, igen, mondjuk így. Most szeretnék pár olyan dologról beszélni, ami összetart minket. Hogy a hasonlósága, a bennünk lévő hasonlóságokról beszéljünk, mert ne a különbségekről, az eltérésekről az emberek közt. Mert erről hallasz az országban, mindenhol az ellentéteket próbálják nyomni. A média és a politikusok folyamatosan erről beszélnek. Arról, hogy mi különböztet meg minket, mi választ el minket. Mi tesz minket különbözővé a másikhoz képest. Így működik az uralkodó társadalom, minden egyes társadalomban így működik az uralkodó réteg. Meg próbálják megosztani a maradék népet. Próbálják úgy tartani, hogy az alacsony, az alsó osztály, a középosztálya harcoljon folyamatosan. Szóval itt a gazdagok a tetején közben meg ellophatják az összes pénzt. Miközben ugyebár csinálják a műsort, és akkor a kis embereket egymás ellen acsarkodnak meg minden. Ők meg közbeszedik le a pénzeket mind a kettőtől.
fairly simple thing happens to work. Tök egyszerű dolog, és működik. Oh, anything different, that's what they're going to talk about. Race, religion, ethnic and... És mondják nektek, hogy új, mi mindenbe különböztök az rasszotokba, az etnikumotokba, vallásotokba, a munkátokba, a bevételetekbe, az oktatásokba, a szociális helyzetetekbe, a szexualitásokba. Mindet azért csinálják, egymás ellen harcoljuk, folyamatosan harcoljuk egymás ellen. Szóval ők elmennek közben a bankba, azt akkor leszedik a pénzeket, amiket elfosztanak, leszednek tőlünk, miközben itt egymás ellen uszítanak mindenkit. You know how I describe the economic and social classes in this country? The upper class keeps all of the money, pays none of the taxes. És hogy hogy oszlik meg itt a szociális réteg az országban? A felső osztály nap van a legtöbb pénze, és semmi adót nem fizet. Ugye már nulla adót fizetnek a csilliárdosok az USA-ba. The middle class pays all of the taxes, does all of the work. A középosztály fizeti az összes adót és végzi el az összes munkát. The poor are there just to scare the shit out of the middle class. A szegényeket meg csak azért tartsák, hogy ijeszgessék velük a gazdagokat. Vagyis a hogy ijeszgessék velük a középosztályt. Hopp, ez a középosztály, a szegények azért vannak, hogy az meg a középosztálynak ugorjon neki, és akkor a tetején meg tök jól el vannak a csilliárdosok. Ami egymás basztatja a nép, ugye már most is kelet vagy nyugatokom, keletekem, nyugatos, te vagy a hülye, te vagy a hülye, azt nem látják az acsarkodó birkák, hogy a felülről ezek a szemétládák, ezek csinálják ezt direkt, hogy ne arra figyeljen senki, hogy 50 éve fosztanak le minket, és mindjárt hiperinfláció van, úgyhogy csinálnak háborúkat, meg covidokat, meg ilyeneket, hogy eltereljék a népnek a figyelmét, hogy ez egymással acsarkodjanak. Na jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy itt is már a... WTO világkereskedelmi szövetségtől mondja itt azt mondjunk, hogy szerintem mindenkinek aggódnia kéne, mert az étel és az energia az a két legnagyobb dolog, amit a szegény ember, amire a szegény embereknek is szüksége van a világon. Úgyhogy itt, ha megyünk tovább, akkor szépen látszik, és ez a CNBC-n is, ott is hoztak már egy olyan hírt, hogy... Az orosz-ukrán háborúnak a világ étel ellátására is nagyon nagy kihatása lesz, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ez azért nagyon fontos, mert amikor lecsökkennek a kalóriák az ételláncban, nem tud annyit enni az ember, akkor ez egy más dolgokat indít be, nem csak az éhséget, de a nyugtalanságot is, ugyebár jönnek a felkelések, lázadások, minden egyéb, hogyha nincs elég étel. Ugyanez, a cigányok is ezt mondták egyik ismerős még rögtön 15 éve, hogy amikor éhes, akkor leszarja, akkor bárkit lefoszt, kirabol, megver, akármi éhes gyomorral, az a legrosszabb a világon. És sajnos ebbe az irányba haladunk, úgyhogy erre is nagyon figyelni kell. Nézzük tovább, azt mondja, hogy mondják, hogy igen, már itt a második hidegháború, már el is kezdődött, gazdasági fegyverekkel harcolnak egymás ellen a kelet és a nyugat, és akkor Macron meg itt szurkálgatja be a kis finomságait közben a háttérben, miközben mindenki a háborúra figyel. Macron már azt mondja, hogy jaj, ez rizikus, de nagyon nagy szükség van rá, meg kell növelni a nyugdíjkorhatárt meg kell növelni 62 évről 65 évre, ez mindenképp kötelező, ez most nagyon fontos. És öljen el, hazudja végig az ember! Igen, hogy a francia nemzetet biztosítani akarjuk. Ez a legjobb módja, hogy megvédjük a szociális modellünket. Ez a legjobb módja, hogy garantáljuk, hogy mindenkinek lesz nyugdíja, más lehetőség nem igazán jó, vagy az adókat növelhetnénk, de az megint nem jó. Nem emelhetjük az adókat Franciaországba. Épp hogy csökkenteni akarjuk az adókat, és akkor még egy alternatíva lenne, hogy lecsökkentjük a nyugdíjakat, ugyebár nem kap egy nyugdíjat az ember, ezt megint el akarjuk kerülni. Szóval a két rossz közül most csak azt tudjuk csinálni, hogy akkor kitoljuk a nyugdíjkorhatárat 62-ről 65 évre megyünk ebbe az irányba. Úgyhogy, hát igen, atya úristen. Na jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy kriptohírek CNBC-n. Igen, két táborra oszlottak a kriptósok a kriptopiacon, az egyik, aki riszkon, aki azt mondja, hogy rizikós vagyontárgyak, a kriptók, mint a technológiai részvények, aki úgy néz rájuk, a másik meg, aki pont azt mondja, hogy pont, hogy egyáltalán nem rizikósabbak, ez a legkevésbé rizikós, mert az infláció ellen ez véd, mint ugyebár a digitális arany, mint a bitcoin is.
Oké, az Ethereum igen jobban nő a Bitcoinnál, mint mindig. Tovább. Igen, itt már jelzálog hitelekről is beszélnek, kriptotéren, hogy ott is el akarnak ezzel indulni. Jó, jelen hát ő meg még mindig szkeptikus, de mondja, hogy vannak jótékony hatásai és a kriptóknak, meg minden, de ő még mindig fél a pénzmosástól, mikor tudjuk, hogy a 99%-a a pénzmosásnak az papírpénzbe zajlik. Mert az lekövethetetlen, nem úgy, mint a kriptó. Na hát nézzük, Bélánál mik voltak? Ja, ez ilyen igen, általános plusz info, hogy mennyire ő is úgy írta ki, hogy nem kell bedőlni a média félelem keltésének, mert ez nagyon jó példa rá itt tényleg. Március 10-e, hanyadika van most? 25. Két héttel ezelőtt a Forbes magazinnál azt írták, hogy az NFT-k iránti érdeklődés, NFT-k és a metaverzumok iránti érdeklődés az eszmertelő, az nagyon zuhan, nagyon csökken. 2 hete ezt írták. 1 hete azt írták, hogy a metaverzumok növekednek, mindenkinek komolyan kell vennie. Tegnap előtt, vagy tegnap pár napja meg már azt írták, hogy lehet földterületet és ingatlanokat venni a metaverzumba. Tehát meg 2 hete még az volt, hogy összeomlott az egész, jaj, nagyon csökken, nagyon rossz. Utána meg 2 hét múlva, hogy mindenki ezt vegye, mert ez a legjobb. Úgy így hullámzik, így össze-vissza a média, mindig más pont. Úgyhogy erre se árt figyelni. Nézzük, Bank FOMO, az külön téma lesz, arról cikk is van, nem fontos. Szolanánál mondott még jókat Béla, de azt meg majd igen, akkor azt mondja, hogy át is teszem, jó, a piaci áttekintéshez, ott egy Bélás, itt egy másik Bélás. Majd lehet, hogy az lesz, ez lesz előtte, így lesz, nem, hogy mindjárt meglátom. Oké, nézzük tovább, azt mondja, hogy CNBC, igen, CNBC-t átnéztük, elértünk a napi hírekig. A mai nap fő híre, hogy... jó. Kezdőképpen csak jó lesz, nézzük is. Azt mondja, hogy írtam ezt ki, 2 téma is egybevág mára. Egyszer a BlackRock-tól azt mondják, hogy a háború felgyorsíthatja a kriptók elterjedését, miközben az oroszok meg azt mondják, hogy rubel, arany, bitcoin, a nyugat csak ezekbe fizethet, másvel nem fognak elfogadni az oroszok. Ezt lehet, nem zöldel kéne pillanat, a nyugat csak ezekbe fizethet, ez legyen itt így pirosba, hát vagy sárgába, mert hát ha nem lenne háború, semmi gond nem lenne ezekkel, csak a háború miatt a Putyin a szemétláda jelenleg. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább, igen, világ legnagyobb vagyonkezelője a BlackRock, ők 10 trillió dolláros vagyonkezelő, azt mondják, a háborúval kapcsolatban igen, felgyorsíthatja a kriptóknak a terjedését, digitális valuták, stabil, a BlackRock igen, tanulmányozza a digitális valutákat, a stabil kriptókat, meg a mögöttes technológiákat, és hogy megértse, hogy tudja szolgálni az ügyfeleiket, hát saját magukat hogy tudják szolgálni, hogy tudnak. Mindegy, nem is az a lényeg, a BlackRock a világ legnagyobb vagyonkezelője, több mint 10 trillió dolláros vagyonkezelő. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban azt mondják, hát ez itt, hogy ez vége, annak a globalizációnak vége, amit az elmúlt 3 évtizedben tapasztaltunk, és valószínű, hogy igen, egyre inkább növekedni fog, egyre meg fogja gyorsítani a kriptóknak az elterjedését, a háború. Mert hogy a háború miatt az egyes országoknak újra kell értékelniük majd a valutákat, hogy melyik valutától mennyire függnek, meg így, meg úgy. És több jól ismert befektető is azt jósolt erről, az orosz-ukrán háború az rizikót jelent az USA dollárra, mint a világ fedezeti valuta, az USA dollárnak a világ fedezeti valuta szerepére. Ugye már rizikót jelent a bitcoin, mert átveti a fedezeti valuta szerepet. A CBDC-kkel kapcsolatban már a háború előtt is nézegették a kormányok, ugye már CBDC-ket, hogy tudnak saját központi bankok digitális pénzét csinálni. Mondják itt a BlackRock-tól, hogy vannak bőven pozitív hatásai a kriptóknak. Egy globális digitális fizetési rendszer, amit jól megterveznek, az növelheti a nemzetközi tranzakciókat, miközben lecsökkentheti a pénzmosásból és a korrupcióból adó rizikókat, egyértelműen átlátható és hamisíthatatlan. Úgyhogy nem úgy, mint a papírpénzek. Tovább mondják, hogy a kriptók segíthetnek a határon túli utalásoknak a díjainak a lecsökkentésében is,
Például, igen, ahogy elmennek külföldre dolgozni, az emberek küldik haza a családjuknak a pénzt, akkor ne a kriptókba nem vonnak le tőlük annyit, mint a hagyományos bankok tesznek. És ők is látják, hogy ügyfeleik már nagyon érdeklődnek a BlackRocknál is a kriptók iránt, és jelenleg most ők is tanulmányozzák a digitális valuták, a stabil kriptókat, mögöttes technológiákat, hogy megértsék, hogy hogy tudnának ők is segíteni az ügyfeleknek kriptóba fektetni. Nézzük tovább, Oroszország lehet, hogy el fogja fogadni a bitcoint, a gáz exportért, mondja egy orosz parlamenti képviselő. Ugye ez tök jó hír lenne, ha nem pont most itt csinálnák itt a fesztivált. Azt mondja, hogy szerdán Putyin bejelentette, hogy igen, a barátságtalan államoknak rubelben kell fizetniük a gázért. Az EU tagállamai pedig igen, nagyon függnek az orosz gáztól. Oké, ebbe a kategóriába esnek, de hát most ugyebár kibonták, mostantam pár percekkel ezelőtt, hogy az EU nem fog nekik akkor se rubelbe fizetni. És Pavel Zavanyi, az energiatanács feje mondja ezeket a dolgokat itt az oroszoknál, hogy a gáz csak a kezdet, más alapanyagokra is ki fog ez terjedni, hogy rubelbe kell majd értük fizetni, mert azt mondják, hogy ha venni akarnak tőlünk valamit, akkor kemény valutába, stabil valutába, fix valutába kell fizetniük, ami olyan például az arany, vagy olyan valutába, ami kényelmes számunkra, az meg a rubel. És azt mondják, hogy barátságos országokkal kereskednek továbbra is, barátságos országok Kína és Törökország, velük továbbra is kereskednek rubelbe, vagy a saját, a kínai, meg a török valutába, yuanba, vagy lírába, de már yuan is digitális, ugye már. És mondják, hogy az általános, a normál bevett szokásoktól eltérően más valutákba is gondolkoznak, hogyha bitcoinba akarnak fizetni, akkor kereskedni, akkor bitcoinba fogunk kereskedni, mondják az oroszok. És hozzátették, hogy pár európai ország már kész is, hogy a rubelbe vásároljon orosz üzemanyagot. Na jó, ez a végén, ez tegnap este még nem volt egyértelmű, hogy hazugság, most már egyértelmű, hogy hazugság, most már az egész Unió kimondta, hogy a francokat egyáltalán nem fognak rubelbe fizetni az oroszoknak. És igen, ha meg nem fizetnek, akkor nem küldenek gázt az oroszok, úgyhogy ebbe az irányba menjük. Jó, de fú, hatalmas meg, hogy ez tavasszal jött, nem ilyen ősszel. Na jó, azt mondja, hogy nézzük tovább. A Goldman Sachs, jó, a Goldman Sachs úgy elindult a kriptók irányába, hogy ez a írga. Ez volt a fő cím, amíg nem jött kettő ennél is nagyobb. Azt mondja, hogy honlapjukon már, azt írják itt van a honlapon, hogy a kriptovalutáktól a metaverzumokig fedezzétek fel a megatrendeket, amik újra formálják a gazdaságokat. Ezzel indul a Goldman Sachs, és akkor mutatom is részleteibe. Itt van a főhonlap, így indul ez be, goldmansachs.com, beírja az ember, és ez az első digitalizáció, kriptovaluták, metaverzumok, ez a jövő, átformálja az egész világgazdaságot, mindent. Így kezdődik a sztori, és ha rányom az ember, akkor itt meg bejönnek rögtön, hogy gyerünk, digitalizáció, metaverzumok, web 3.0, annyira már, mintha Béla is mondta, mintha már ez egy kriptobank lenne, felmegy a főoldalára a Goldman Sachs-nek az ember, az már úgy tűnik, mint itt is Európa digitális gazdasága, mintha ezért valami kriptocég lennének, nem is egy hagyományos bank, úgyhogy ilyen szinten jönnek be, meg tolják, hogy ez a jövő. Nézzük tovább, USA szenátori bizottsága, hát egy törvényjavaslatot benyújtottak, hogy csökkentsék a rizikókat, ami El Salvador már hivatalos fizetőeszközé tette a bitcoint, és akkor itt ez csak tök jó, én csak örülünk ennek, mert ugyebár a fosztogató pénzügyi rendszerre jelent ez csak rizikót, és akkor itt mondják is a képviselők, hogy kritikus, hogy csökkentsék a rizikókat a pénzügyi rendszerükre vonatkozóan. A fosztogató pénzügyi rendszernek nem tesz jót, hogy El Salvadorban hivatalos fizetőeszköz már a bitcoin. És itt majd elemzéseket akarnak bekérni arról, hogy az El Salvadori bitcoin törvénynek azt hazudják, hogy vannak rizikói olyan téren, hogy kiberbiztonság, hát ez a legnagyobb hazugság, a bitcoin a legbiztonságosabb kiber szempontból, az életben nem történik meg, soha nem fogja senki feltörni. Rögtön egy hazugság, azért értem, hogy a rizikó, ez a rizikó szó, ez mindenre,
gazdasági stabilitásán ennél stabilabb gazdaság nem lehet, amikor nem manipulálhatják így, hogy jaj, jövőre akkor 30%-kal több papírpénz lesz felezet nélkül a semmire, mert mi azt mondtuk, Bitcoinben ezt nem lehet csinálni. És a demokratikus kormányzás, hát ennél demokratikusabb nem létezik, amikor látni lehet, mert remélem a szavazást is viszik El Salvadorba Bitcoin rendszerre. Mindenki látni fogja, hogy a szomszéd mit szavazott, de nem fogják tudni manipulálni jobbról-balról a orosz hackerek, meg ez az avaz, meg a kormány a szavazatokat. Oké. Azt mondja, hogy a szenátusnak ezzel a új törvényjavaslatával kapcsolatban Nayib Bukele, El Salvador miniszterelnöke mondja is, írta is itt Twitteren, hogy a legvadabb álmaimban se gondoltam volna, hogy USA kormánya ennyire fél attól, amit mi csinálunk. És utána írtam még azt is a Twitterre, hogy USA kormánya nem áll ki a szabadságért, és ez egy bebizonyított tény. Szóval mi kiállunk, mert kiállunk a szabadság mellett, kezdődjön a játszma. És valaki próbált belekötni itt Bukelébe, Bill Cassidy szenátor az USA-ból azt hazudja, hogy az El Salvadori lakók az Egyesült Államokba nem szeretik, hogy a Bitcoin hivatalos fizetési eszköz. A világ legnagyobb nettó hazugsága. Hát ők örülnek a legjobban, hogy küldik haza a pénzt az USA-ból, amit megkerestek ott, és nem vonja le tőlük a Western Union a 5-10%-ot, és csak a 90%-át kapja meg a család, hanem Bitcoinba hazautalják ezt a 99%-at. Sőt, hát az El Salvadori kormány kifizeti még az utalásokat, és a 100% hazamegy a családnak, nem csak a 90. Próbálja azt hazudni, hogy az Amerikában dolgozó, USA-ban dolgozó El Salvadoriak ezt nem szeretik, ugye ekkora hazugságokkal jön. És mi csak válaszként, mert ők annyira aggódnak az El Salvadoriak az USA-ba, hogy több pénzt tudnak hazaküldeni, hogy mi csak azért hoztuk ezt a törvényjavaslatot. Mert azt mondja, hogy talán nem bíznak egy olyan miniszterelnökbe, aki a bitcoint nyomja egy mesztelenül, nem tudom erre mire akar utalni, itt a hazudozó USA kongresszusi képviselő. Na jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy Anglia központi bankja azt mondja, hogy a kripto vagyontárgyak, igen, rizikót jelentenek a fosztogató pénzügyi rendszerre, de már nem tudnak vele, úgy látszik, nem tudnak vele mit csinálni, ők is elkezdik szabályozni, elkezdik kidolgozni az új keretrendszereket. Tudják, hogy így is végük van a központi bankoknak, nem tudják tovább manipulálni, meg fosztogatni a népet, úgyhogy legalább amíg teljesen ki nem írtjuk őket, addig legalább próbálják ők is még valamennyire megszedni magukat belőle. És azt hangsúlyozzák, hogy hatékony, igen, törvényi keretrendszer kell az egész közé. Miközben ők is mondják, hogy egyáltalán nem valószínű, hogy meg tudják ezeket a szankciókat kerülni nagy mértékbe, de már csak az is, hogy esetleg talán lehet, hogy meg tudnák kerülni vele a szankciókat egy kicsit. Már ez is, emiatt is nagyon fontos, hogy rendes törvényeket hozzanak a kriptotéren, hogy szélesebb bizalmat gerjesszenek a pénzügyi rendszerükben, és akkor ők amúgy, hát persze, hát minden központi bank, nem csak Anglia központi bankja, de ők is ezer éve kritizálják a bitcoint. Novemberben is kritizálták, hogy El Salvador miért tette hivatalos fizetőeszközzé a bitcoin decemberben? Azt hazudták, ott is féltek, hogy jaj, a fosztogató pénzügyi rendszerük az nem fog tovább menni, hogyha mindenki elkezd bitcoinozni. És azt hazudták, hogy a kriptoárak azok nullára eshetnek, hát ugye már annyira fú, az elmúlt másfél éve csinálom itt a írót azóta. Jaj, de 28-szor esett ugye bár nullára, soha nem esettek nullára a kriptók, a komolyabb kriptók, csak a szerencsejátékos szarok, úgyhogy ez mind hazugság. És akkor most elértünk mához, csütörtökön pedig azt mondták, hogy igen, kriptók azok rizikót jelentenek a fosztogató pénzügyi rendszerre az Egyesült Királyságban is. Jelenleg csak korlátozott mértékben, mert hogy még kicsik, és nem kötődnek össze nagyon a széleskörű pénzügyi rendszerre, habár ha, és hát ide nem is kéne, ha, szerintem inkább mondhatnánk, hogy amikor, hogyha mondják, hogy ha folytatódik az, ami az elmúlt években, és miért ne folytatódna, teszem én hozzá, hogy ilyen szinten növekednek a kriptók, és még jobban összekötődnek a széleskörű pénzügyi rendszerrel, akkor bizony a kriptók azok rizikót fognak jelenteni a jelenlegi fosztogató pénzügyi rendszerre. És ők ugyanúgy akarják szabályozni, mint a hagyományos pénzügyi vagyontárgyakat, a kriptókat, és
Aha, azt mondják itt, hogy egy rendszer szintű stabil kriptó, nem tudom, hogy erre mind akarok utalni, egy stabil kriptó, ami mögött egy központi bank, nem központi bank, egy kereskedelmi bank áll fedezetként, az nagyon nagy problémákat okozhat a fosztogató pénzügyi rendszer stabilitásában, mert akkor nem csak a központi bank fogja manipulálni a pénzt, amivel az emberek kereskednek, meg napi szinten használnak, hanem akkor már ez szétszóródhat kisebb cégekre, vagy a kereskedelmi bank is adhat neki saját stabil kriptót, ugye bár meg hasonlók. Elveszik a gyeplőt a kezükből, így is úgyis ez a jövő szerencsére már. Tovább Hondurasi központi bank azt mondja, hogy ők aztán nem fogják hivatalos fizetőeszközé tenni a bitcoint, mert sokan spekuláltak erre, Bélánál is megjelent, jobbról-balról mondogatták, hogy mindjárt hivatalos fizetőeszközé teszi Honduras a bitcoin, de mondják, hogy nem. Nézzük tovább, a kenyai központi bank újra elmondja, hogy ők gyűlölik a kriptókat, és figyelmeztették a pénzintézményeket, hogyha kriptotranszakciókat hajtanak végre, akkor elvesztetik az engedélyüket, betiltják őket az országba, és mondják is, hogy a kriptotranszakciók nincsenek szabályozva, és még illegálisnak is tekinthetők, és ők ezzel csak meg akarják védeni a népet azzal, atya persze, hogy a fosztogató pénzügyi rendszerbe tartják őket. Oké, nézzük tovább. A gáz óriás az Exxon. Az Exxon a legnagyobb amerikai olaj- és gáz cég, az Exxon Mobil. Ők most már a fölösleges gázt, ami az olajkitermés közben keletkezik, és azt alapból csak úgy elégetik a semmibe az egészet, azt most arra fogják használni, hogy bitcoin bányászgépeket fognak hajtani belőle. Együtt dolgoznak a Cruzo, tök mindegy, Energy Solutions-el, és akkor igen, ezek a fölösleges gázok, robbanó gázok akkor keletkeznek, amikor olajkitermelés van, és ezt általában elégetik ezeket a fölösleges gázokat az olajkitermelés közben, és a Cruzo Energy pedig segít ezeknek a cégeknek, hogy ezeket a robbanó gázokat, amiket amúgy csak elégetnek a semmibe, azokkal legalább bitcoin bányászgépeket tudjanak hajtani, és az Exxon Mobil fontolgatja, hogy még négy másik országba is ki fogja ezt akár terjeszteni. Mert ez minden olajcégnek tök egyértelmű lenne, hogy ezt kéne csinálni a már ezer éve. Tovább az Anonymous azt mondja, hogy meghekkelték az orosz központi bankot, az orosz központi bank meg azt mondja, hogy nem hekkelték meg őket. Na, majd meglátjuk, végignéztem, de Anonymousnál nem láttam, hogy azóta írtak volna rá, hogy akkor na, itt vannak tényleg a dokumentumok, amiket tegnap írtak, amiket elloptak az orosz központi banktól, vagy nyilvánossá tettek, mert ugyebár nyilvánossá a titkolózás az a lopás, amikor eltitkolnak valamit. Nem az, amikor mindenre rá lehet látni. Na jó, úgyhogy viszont annyit értek az Anonymous-t, hogy ők olyanokkal nem szórakoznak, nem tesznek ki valamit, amire nincs bizonyítékuk, tehát azért valószínű, hogy bízok benne, hogy ez azért fog jönni itt a napokba, hogy nyilvánosságra kerül, hogy milyen iratok voltak az orosz központi banknál. Nézzük tovább, az adatok azt mutatják, hogy még több bitcoint vettek a Terránál, és jó, nem is az a lényeg, hanem hogy háromszor is küldtek Tetert, hogy bitcoint vegyenek, és itt vannak a címek is. Van egy Genius-os pénztárca, ami látszik 1,39 billió dollár van ERC-20-as stabil kriptóba, USDT-be, USDC-be. Ezért szép, mert itt hát még ez is lett volna főcím, de aztán jöttek ennél nagyobbak, hogy mi a jó Istenek fekete-fehér képet váltak be, nem is értettem. Erre azt írtam, hogy na ilyen fekete-fehéren látszik, vagy ilyen fekete-fehéren átlátható, igen, a jövő pénzügyi rendszere. Mert itt látni is, a Lunától is megerősítették, hogy 6000 bitcoint vettek 250 millió dollárért UST-be, és akkor itt látszik az egyik oldal, itt ugye bár egyik cég, itt látszik, nyíltan látszik, ugyanígy lehet majd a kormányzati pénztárcákon is látni egy pár év múlva, hogy mennyi pénz van rajta, itt van 1,4 billió dollár, billió, igen, van 1 billió Tetherbe rajta, meg 400 millió USDC-be, meg van még immelámmal ez az amaz. Ilyen nyíltan lehet mindent látni, leg én itthonról meg tudom nézni, bárki a legkisebb ember meg tudja nézni, hogy mihol, melyik pénztárcán mennyi pénz van. És akkor itt látszik is, hogy itt utalgattak rá, itt 400 milliót, 16 nappal, 20 órával előtt, tehát most befrissítem, akkor megint más, tök mindegy.
akkor azért 11 nappal ezelőtt 400 milliót, 5 nappal ezelőtt 350 milliót, utána kifelé utaltak, átutaltak, hogy bitcoint vegyenek majd belőle, 125 milliót, utána még egyszer 125 milliót, meg még egyszer 125 milliót. Ilyen szinten feketén-fehéren mindent látni a kriptotérbe. Itt nincs sikkasztás, itt nincs csalás, itt nincs ezért pénzmosás, mert mindent látni. Oké, és akkor a másik oldalon pedig látszik, hogy vettek 6000 bitcoint, ami érdekes nekem, hogy azt írják, hogy becsomagolt a Cosmoson lesz becsomagolva tartva ez a 6000 bitcoin, és akkor ez a fedezet majd az UST mögött. Jó, és akkor pénztárcán igen, itt látszott az előbb mutattam, hogy mennyi pénz van még rajta, és másik oldalán meg itt látszik, ezen pedig ez az a pénztárcájuk, amelyikre a bitcoint vették, és akkor itt szintén látszik, hogy itt azt mondja, hogy jött rá, ja, január 26, addig azért nem megyek vissza, március 20, az semmi, itt jött rá március 22-én 1500 bitcoin, már utána megint 1000 bitcoin, 470 bitcoin, március 23-án 500 bitcoin, 500 bitcoin, 500 bitcoin, 500 bitcoin, 500 bitcoin, 460 bitcoin, március 24-én 1500 bitcoin, még 500 bitcoin, még 500 bitcoin, még 440 bitcoin. Úgyhogy így veszik ezerre, és ennyire fekete-fehéren átlátható minden pénzmozgás a kriptotérben, a jövő pénzügyi rendszerében. Ezért nem lesz itt korrupció, csak jussunk már minél hamarabb erre a szintre. Az Encore DeFi protokoll egy félig dinamikus kamatrendszert vezetnek be náluk. És igen, 2%-ot csökkent az Encore-nak az ára az elmúlt 24 óra a bejelentés hatására. És első fontos dolog, hogy az Encore-on már úgy látszik, itt működik a szavazás szépen. Itt már szavaztak, úgy látszik nem szavazott 100%-ban mindenki, de itt már beindult, már nyugodtan már blokkláncon szavaznak az Encore-on. 15% arra szavazott, hogy igen, vezessék ezt be, 2,5% meg arra, hogy nem. Jó, nyert a 15%, bevezették. És igen, a szavazásnak, népszavazásnak úgy mondhatjuk így is akár, a végeredményét ki is tették a csütörtökön a Twitterre, hogy átment a törvényjavaslat. És igen, a 20-as javaslat, az Encore be fogja vezetni a félig dinamikus kamatokat. És akkor itt mutatják, hogyha 1,5%-nál magasabb lesz, amennyi pénzt lekötnek az Encore-ba, akkor 1,5%-kal több kamatot fognak adni, ha 1,5%-nál kevesebb lesz, akármennyivel kevesebb, ha 7%-kal kevesebb is, akkor meg 1,5%-kal kevesebbet. Tehát van egy 1,5%-os limit, egy határ, ezt havonta fogják, minden hónapban fogják frissíteni, és ha ezért 1,5% vagy annál nagyobb, amennyit lekötöttek az Encore-ba, akkor 1,5%-kal nő majd az éves kamat. Ha meg kevesebbet kötöttek le, vagy kivettek belőle, akkor meg más, ha többet, ha 10%-ot is kivettek, akkor is csak 1,5%-kal fog csökkenni a kamat. És ez így dinamikusan fog szépen változni. És még itt azt is írják, hogy azon, hol van a 1,5% alatti, hogyha valami csak 0,5%-kal nő, vagy csökken azzal, mi lesz. Arról meg írják, hogyha ilyen, akkor ha 0,5%-kal nő, akkor 0,5%-kal nő a kamat is, ha meg 0,5%-kal csökken, 0,5%-kal csökken a kamat is, ha 1,5% alatt van, akkor az egyenlő mértékben változik. 1,5% fölötti növekedés, meg csökkenés, az meg 1,5%-nál van korlátozva. És nemrégiben, hogy bár felmentek már az Avalanche-ra is az Encore-tól, elmúlt 30 napban, ez nem is itt majd lentebb mondom ezt a másik részét. A Terra jelenleg a második legnagyobb DeFi blokklánc, amennyiben a legtöbb tőke van lekötve, és az Encore protokoll az egyik oka ennek, mert hogy a Terrában 27 billió dollár van lekötve, és ebből az Encore tesz ki 14,5 billió dollárt. 53% a Terra lekötéseinek az Encore-ba van, onnan jön, és az Encore-nak a Encore-be lekötött tőkék 45%-kal nőttek az elmúlt 30 nap folyamán, és nemrégiben már az AV-t is megelőzték, eddig az AV volt az egyik legnagyobb DeFi hitelező applikáció ez egy blokklánc ökoszisztémába, de hát tavaly sem nagyon ment oldalazott egész évben, most már bőven megelőzte az Encore az AV-t. Oké, nézzük tovább, ezért van több már nekem is az AV-ba, mint az Encore-ba a portfólióba. Ezért van több az Encore-ba, mint az AV-ban, nehogy már fordítva mondjam. Oké, a Facebook négy szabadalmi javaslatot adott be metaverzumokkal kapcsolatban, vagy 8 szabadalmi javaslatot, igen, és akkor hát itt 7 van, nem tudom, lehet valami vegyesen van, mivel kapcsolatban, kriptotokenekkel kapcsolatban, pénzügyi kereskedelemmel kapcsolatban, valutakereskedelemmel kapcsolatban, blockchain szoftverekkel kapcsolatban,
virtuális valuta a pénztárcákkal kapcsolatban, virtuális valuta a tőzsdékkel kapcsolatban, digitális kriptó és virtuális valutákkal kapcsolatban adtak be a szabadalmakat a Facebooktól, vagy mostani nevén Metától. Jó, itt Oroszországban volt egy kriptopiramis játék, és akkor lekapcsolták, itt az ember 10 milliót loptak el, irgalmatlan nagy kamatokat ígértek erre a szokás, és itt is 500% kamatot ígértek a kripto befektetésre, egy éves kamatnak 500%-ot. Ugyebár ez rögtön család gyanús, ami évi 50%-nál nagyobbat ígér, vagy havi folyamatosan hosszú távon évi 50%-nál nagyobbat, az rögtön csalás gyanús, nem hogy 500%, ne vicceljünk már. Jó, de hát imádják az emberek ilyen marhaságokba tenni a pénzüket, mert jó hangzik, hogy majd ötször annyi lesz jövőre, azt közben meg csak lelopják a pénzüket. Na jó, nézzük tovább, azt mondja, hogy Bitcoin 44.250 környékén, hát pedig már 45-re felmentünk, de kicsit visszajött róla. Ebéd közben volt pont 40, vagy ebéd közben a délután mindig úgy volt 45 környékén. Azt mondja, hogy most jelenleg 0,5% pluszban van. A 200 napos mozgó átlagot nagyon fontos, már megérintette. A piros vonalat ugyebár, amint átérünk a túloldalára, stabilan ott lán, jó oldalon leszünk, onnan húzunk felfelé. Itt vagyunk már milliméterek rá, attól függ, hogy melyik órai diagramon nézzük, vagy hogy. Na mindegy, itt vagyunk nagyon a közelébe. Ma már át is mentünk rajta, kicsit visszakorrigált, utána 62-n a napi RSI, a 4 órásba így nézünk ki, 1 órásba így, 15 percesbe pedig így. Jó, és akkor tovább körülöttünk mi a helyzet. Aranka kb. Ugyanott van, ahol indult, 1956 dolláros áron kapható egy uncia. Az olajára nőtt 2%-kal, a gázára nőtt más, hát olajgáznak is egy a másfél kötője 2%-kal nőtt mind a kettőnek az ára, a gázára is megy felfelé. A félelemindex az megint elkezdett nőni a tőzsdén, 3,5%-ot nőtt. Ja, de tegnap márka lejött 22 alá, jó, most 22-n van. Az S&P az 0,2% mínuszban, a Nasdaq 1% mínuszban, a Dow Jones ugyanott van, ahol indult, hát megint kicsit megtorpantak a sztorik, de hát látjuk, hogy a medvetrendből, a hosszú távú medvetrendből, ami itt éveleje óta tart, abból már most kitörtek. Jó, vagy mondanak itt valami kritikus pont, olyasmiket is írtak a CNBC-n. Aha, itt ez a 4500 az S&P-nél, ugyebár itt is voltak előtte is. Ellenállások, támaszok, hát itt meg inkább úgy tűnik, hogy majd 15.500-nál lesz a Nasdaqnak ez az ellenállós pontja, a Dow Jonesnál meg hol van, hát a Dow Jonesnál nem is nagyon, ott meg 35.500 környékén, hogyha most azt per kb. Azt próbáljuk nézni. Na jó, azt mondja, hogy tovább Bitcoin 44.200-on, na megint a jövőget most lefelé, mindjárt befordul pirosba. Azt mondja, hogy nézzük tovább, hányan keresnek a kifejezésekre, főleg itt rövid távon, mert hosszú távúban oldalazás, a rövid távúban mi van? Aha, oldalazásnak már tetejét ütögeti. Tetejét ütögeti, lassan elkezd kinőni, erősödik. Még azért nagyon nem erősödik a keresés, de egy kicsit már erősödik. Én megfogalmazod, de jó. Oké, azt mondja, hogy kicsit szép, amikor ezért mondtam mindig Gávölgyi. Na jó, tovább azt idézte az öreg asszonyt, egy kicsit szép. Hogy lett valami kicsit szép. Na jó, azt mondja, hogy piaci értéke kezdve az Ethereum, a Ethereum 23. helyen van, 374 billió dolláros a piaci érték, és 3113 dolláros áron kapható. A Bitcoin a 9. helyen van, 841 billió dolláros a piaci érték, és 44.280 dolláros áron kapható. Mit jelent ez magyar forintban? 15 millió forint egy darab Bitcoin jelenleg. Azt mondja, hogy teljes piacon mi a helyzet? Na végre, meg elértük a... Ja, nincs itt a fújkám, kidobtam meg lyukat. Akkor csak így, na mindegy. Nagyon jó, jaj, de nagyon jól néz ki a teljes kriptopiac. 24 órás kereskedelménység, 110 billió dollár, felerősödött 100 fölé, tök jó. A kriptovaluták összpiaci értéke, meg felerősödött 2 trillió dollár fölé. Nagyon jó, elértük megint a 2 trilliót. Ebből a Bitcoinnak a piaci dominanciája 42,1%, Ethereum 18,8%, 1, 2, 0, 9, 39,1% van a többi kriptóban. A teljes piac közel 3%-ot nőtt az elmúlt 24 óra folyamán, top 10-ben nagyobb változások. Haddi csak, még a Terralunát is megelőzte a Cardano, annyira belendült a Cardano. Jó, ő van most a 7. helyen az XRP alatt. Hát itt meg gondolom, itt 21-22 Atom meg a NIR. Jó,
Szokásos, nézzük tovább. DeFi-ben mennyi tőke van lekötve? Tegnap 216 billió volt, most még mindig 216 billió van, ugyanott. Blokklánc szinten melyikbe kötöttek le többet, kevesebbet, plusz 5%-nál? Hát az Avalanche-ban határos, hát Avalanche-ból kiszedtek 4,5%-ot. A DeFi chainbe betoltak 5%-ot, az Elrondból kiszedtek 7,5%-ot, a Tor chainnek a runájába betoltak 8%-ot, a Genosisból kiszedtek 10,5%-ot, és a Tetába betoltak 8%-ot. Jó. Hol van itt az Cardano? Cardanoból kiszedtek 3%-ot, 2,5-et. Jó. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. NFT-kben mennyire kereskednek? 600 ezerbe kereskedtek. Ennek még mindig az 1 milliót se érte el, olyan 50-100 millió közt lenne az egészséges. Még az egyet se érje el. Egy picit parányi módon, mintha erősen, de komolyan még nem. Bélánál mik voltak? Aha, Solanáról mond itt jó dolgokat, úgy emlékszek tegnap este, úgyhogy azt lehet, hogy fordítom is. Come aboard, Crafton, PUBG developer, teams up with Solana Labs, to launch play-to-earn crypto games. Aha, PUBG összeállt a Solanával, hogy keres játszva kriptojátékot csináljanak. They are a South Korean gaming... Dél-koreaiak a PUBG, csinálják a PUBG-t. And basically, what does this mean? Means good stuff. És mit jelent ez? Jó dolgokat jelent, jót jelent a Solana számára. Obviously, they have a huge... NFT. Nyilvánvalóan van egy nagyon nagy NFT ökoszisztémájuk, és nincs más játék. És igen, és ez egy nagyon nagy játék, ugyebár a PUBG, hát az nekem is ismerősök is játszák ezzel a PUBG-t. Úgyhogy ez irgalmatlan nagy játék most jelenleg a világon, és ha feljön a Solanára, akkor valószínű még több játék fog utána menni a Solanára. Good. Ami nagyon-nagyon jó hír. Throw some metrics out there, és egy pár adatot is mutassak hálózat szempontjából. Nem is tudtam, hogy 75%-a le van kötve a Solanának. Nagyon magas százalék. Még a DeFi-okkal, a Serum-mal, stb.-vel, Radium-mal összeadjuk. És most jön még a játékszektor is. Akkor a Solana az igencsak jól áll. Jelenleg 3000 tranzakció megy át a Solanán másodpercenként, és az Ethereum csak kívánja, csak álmodik róla, hogy bárcsak az Ethereum a 3000 tranzakció átmenne másodpercenként. Oké, Solanáról ennyit, és akkor a Polygon... jó, Polygon, és mehetnek majd több applikáció. És Polygonnál itt az a másik, amit akartam mutatni, lényegesebb itt a Polygonnál, hogy mutatják, hogy a játékok, egy kicsit játékozni fogok egy 2-3 percig most itt, játékoknál, mert az Axi ugyebár jó, és akkor azt is össze kell majd mosni a kettőt, másodperc, itt mik voltak. Na jó, kezdjük ezzel, mert itt is lesz játék, mert ott is lesz játék, nem tudom egybe mosni a kettőt, két részletbe fogom elmondani. Egyszer Polygonnál Pegazi, meg Kemet, vagy mi a jó isten, Kamelot, a jó isten ez. Ezek vannak itt Polygonnak a matikján. Van egyszer a Pegaxi, ez valami lovas játék, fogadásos lovis akármi. Hát nem néz ki egy túl jó. Full piros az egész, 3700. helyen van, kis semmi szar, se tudják, hogy mennyi van belőle kibányászva. És ez a legjobb játék a Polygonnak a matikán, tehát ennyire fasorban sincsenek még a legtöbb kriptojáték jelenleg. A másik, ez valami Comet, itt is, ez is semmi nincs, azt se tudják, mennyi a piaci érték, és ez a második legjobb a Polygonnak a matikján. Tehát amik Polygonon vannak, az tiszta gyökér játékok vannak most fent kb. Nincs semmi komoly. Ehhez képest az Axi az egy álom kb. És akkor lehet, hogy igen, váltok is át, nézzük a másikból, hát ez meg mi? Igen, itt Axiéknál... Micsoda, ez nem is az Axi pillanat. De az Axiéknál mondják, hogy igen... nagyon sok fejlesztés, ami most az Axiéknál... És teljesen újra akarják alkotni az egész játékot, meg a csatákat, amik mennek az Axi-ba. És igen, Axi Origin, Axi eredetek, egy olyan verzió is el fog indulni az Axi-nak,
amiben ingyenes axikkal lehet majd tesztelgetni, hogy hogy működik a játék. Ugyebár akarják csalogatni az újakat, hogyha tetszik nekik a játék, mert amúgy tényleg jó kis gondolkodható sztori, akkor utána meg majd vegyenek ezért 10-20 ezer forintért axikat, amit még ha tavaly ilyenkor mondanám, vagy tavaly nyáron még ugyebár 100-200 ezer forintokba kerültek így az axik satper kb. Most egy 10-20 ezer, annyira összeesett azért az axi, de még mindig ahhoz képest, amit az előbb mutattam, hogy aki semmik, ahhoz képest a világ legnagyobb blokklánc játéka még mindig az axi. És igen, plusz a szem meg fülkártyák, azoknak nem voltak képességei, eddig az axiba most már azoknak is lesz, és a rúnákat, meg csármokat, hát ilyen power up-okat, ilyen plusz potion-öket, meg ilyesmilyen plusz dolgokat lehet majd bájitalokat, meg ilyesmiket csatakezbe használni, és akkor az SLP-ből fog ez menni, úgyhogy átdolgozzák az ökoszisztémáját az axinak. Jó, és akkor végig az Axi a legnagyobb játék, és ha már egy kicsit itt játékoztunk, akkor... Ja, meg az Axira most adnak ilyen 100% kamatot, meg ilyeneket egy-két helyen most itt lekötésre, úgyhogy azért is nő most annyira az Axi vissza megint. Tehát ők a legnagyobb, még ha nem is százas, meg ugye kezdett gyerekbetegségek benne vannak ezekben az új gazdasági rendszerekben, az ökoszisztémájában az Axinak is. Csodálkoztam, és honnan fog annyi pénz jönni, hogy minden naponta 5-10 forintokat fizessenek azért, hogy én itt játszok 2 órát az Axival, de aztán ki is derült, hogy ez hosszú távon fenntarthatatlan. De most már kezdenek átállni, már módosítgatják, finom hangolgatják, hogy ez tényleg azért élhető legyen hosszú távon. Nem úgy, mint az semmi játékok, amiket az előbb mutattam. Na és akkor a brépböngésző is már elkezdte itt a játékos oldalakat mutatni. Van itt ilyen pingvines gokárt, ezt itt csinálja valaki, PKG token, de ezt is néztem valami 3000. helyen van, úgyhogy nagyon is essen ütte még azért ki magát úgy rendesen, de van ilyen játék is. Kis picikék, na ehhez képest az Axi az valami hatalmas, itt van Pingvin Card 3300. helyen, 238 ezer dollár a piaci értéke, azt az eget, fú! Nagyon vigyázni, full vörös minden, ezt úgy manipulálják az árát farzsebből, hogy az valami förtlem ilyen picikéknek. Jó, Wipeout X-e, jaj, ez volt még ilyen játék, hogyha úristen, mikor jött ez ki? 96-97-ben, 2000-ben ezzel játszottam ilyenekkel, Wipeout X-e, az volt ilyen, mint az a pingvines gokártos, hogy már lehet menni kocsival, hát itt ilyen lebegő hajók voltak, és akkor lehet lőni a másikat, meg rakéták, meg minden egyéb. Oké, na jó, azt mondja, hogy vissza Bélás sztorikhoz, mi volt ezután itt a játékos témákról átugorva. Engine pénztárca 2.0, tesztelgetik már ez az új bejárat a metaverzumba, hivatalosan másik negyed évben jön ki, most beta tesztem van, Axit, aha már itt is, ja itt is van az Axiról, itt mutatják, hogy 100% éves kamatot adnak az Axira. Oké, le lehet zárni itt 7 napra, 7 napig áll ez a sztori. Ugye már ez is ami ilyen, tehát ez nem az, hogy egész évre 100%-ot adnak, és akkor rögtön gyanús, hanem csak 7 napig, egy 7 napos időtartamra vannak ilyenek, hogy egy napig adunk 50%-ot, meg 30%-ot egy napig, de nem egy évig, hanem egy napig. És akkor ez egy évre ugyebár lenne 1000, meg több 1000%, de ezek csak én idéglenesek, ez már nem csalás gyanús, amikor nem azt mondják, egész év végére, jövő év végére plusz 100%-ot adunk mindenkinek, mert az rögtön csalás gyanús. Ezen alkalmunkra egy napra, 7 napra vannak ilyen akciók, hogy gyorsan, ha most ide axit veszel, akkor adunk rá neked a 100% éves kamatot, de aztán leosztod egy hétre, ugye már 52 hét van egy évben, akkor ez 50-nel leosztva, akkor 2%-ot egy hétre beteszed, és 2% kamatot kapsz egyetlen hét alatt, ugyebár mennyi az 8 éves banki kamat egy hét alatt. Jó, azt mondja, hogy Adába igen, egyre többet kötnek le, jó, Kadénánál mondta még Béla, hogy igen, jön mindjárt a Kadex, 100%-ba elkészült, ezt mutattam is tegnap, jó, DeFi Kingdoms, megy fel ugyebár az Avalanche-ra is, már nem csak a Harmony-t fogja tolni, hanem az Avalanche-on is ott van a DeFi Kingdoms. Oké, utána kérdezfelelek volt, és akkor nézzük tovább a másikba, mi volt Bélánál, igen, az Axit mutattam. DeFi Kingdoms azt nyomja megint, Terát is lehet stékelni, igen, Avalanche-on is, Encore, ja, ez Encore erről volt, külön cikk, jó, ezt most adtam be. Oké, Bélás cuccokat átnéztük, Kadénáiknál mi a helyzet? Jött valami újdonság, azt mondja, hogy egy jött, igen, jaj, hát a tegnapi, hát persze, hát a házi feladat, mindjárt mondom, hogy mi volt tegnap, hú, egy óra, 10 perces volt a 1,25 órás majdnem, és csak hanganyag volt, úgyhogy nem a kedvencem, de csak végighallgattam, hogy tudjam nektek mondani, mi volt benne, azt mondja, hogy...
Igen. Aha, nem lesz részé, liquidity providers a DeFi-ba, Karénára épülő DeFi-ba, decentralizált pénzügyekbe. Itt garantálni kell, hogy ne lehessen, ne mehessenek csődbe, azt mondják, hogy ezt ki is írtják, hogy nehogy ilyen rizikó lehessen, hogy valami cég itt csődbe vagy, vagy rosszul működik, vagy lopnak tőle pénzeket, de hát ezt alapból a Karénáról nem is fognak tudni, majd mindjárt mutatom, ez is jön azzal kapcsolatban, a házi feladattal kapcsolatban. Egyszer nézzük meg gyorsan, hogy mennyi tőke van lekötve a Karénába. Jó, a 8,1 billióról, most már 8 millióról, bocsi, millióról, most már 8,7 millióra nőtt. Oké, a Karénába lekötött tőkéknek az összege. Hoppi, csak érdekességnek, hogy azért nem olyan, hogy leül egy bankár, és akkor ír programot, és nem úgy néz ki, mint egy program a PECT programozás nyelvében a Karénának, mert azért ez program, jó, egész könnyen felfogható, meg érthető, meg itt magyarázzák alatta, hogy mit, hogy úgy, egész jó, hogy a 90%-át én is megértettem, hogy mi, hogy működik, itt a közepén valami, amire lenne egy-két kérdésem, hogy az mit jelent, de amúgy egész jó, de ez azért programozás nyelv, ez azért úgy néz ki, mint egy rendes, naturhagyományos programozási nyelv. Jó, na nézzük tovább, csak hogy le van egyszerűsítve, azt mondja, hogy tovább, igen. Ja, hogy mik voltak tegnap, miről beszéltek itt Popjoy-jal, ugyebár ő jött a JP Morgan-től egyik ember, aki a Kadénának egyik vezérigazgatója. Egyszer Ledger el lesz a Kadéna, a pár héten belül a Ledgeren is lehet tárolni a Kadénát fizikai pénztárcán, tök jó. Oké, akkor mondta, hogy ebben annyira végtelenül kiterjeszthető a Kadéna, hogy akár az egész New Yorki tőzsdét fel lehetne már most vinni a Kadénára. Összes többi blokklánc csak álmodik erről, hogy valaha majd esetleg talán ilyet tudnának csinálni. A torlódás és a gáz az mindig jelen lesz, tehát az Ethereumon is, itt az Ethereum mondja mindig az Ethereumot hozza példának, hogy mennyivel minden szempontból jobb az Ethereum, és lehet, hogy nekem is eszembe jutott, hogy nem is úgy kéne a Kadénát hívni, hogy Bitcoin 2.0 vagy Bitcoin a köbön, hanem Bitereum vagy Iscoin vagy Bitereum, mert tényleg a Bitcoinból meg az Ethereumból gyúrták össze, mert mind a kettő bányászás alapú, és a Bitcoin az ugyebár felületi valuta, az Ethereum meg a DeFi decentralizált pénzügyeket hozta be. És úgy gyúrták össze a Karénát, hogy a legjobbat mind a kettőből, és még hatványozottan még a végtelenben is skálázható az egész. És mondják itt például felhozta, hogy az Ethereumon ott mindig is lesznek gáztorlódások, amikor túl sok tranzakciót akarnak átküldeni rajta, és nincs elég bányász, aki már tranzakciókat végre tudná hajtani, akkor jön a torlódás, és akkor az csillagászati árat is kérhetnek egy tranzakcióért, mert ugyebár nincs más, aki végrehajtaná, akkor itt elszállnak a gázárak, és pontosan ettől akarják függetleníteni a Karénát. Ott ilyen ne legyen. Meg ott, hogyha 100 blokklánc, amikor már rákapcsolódik a Karénára, és az egyiken a Ethereumon túl sokan akarnak tranzakciót végrehajtani, akkor fogják ezt az egész blokkláncról, a többi 99 blokkláncról, ahol épp akkor nincs annyi tranzakció, fogják, átmennek a bányászok, aztán az Ethereumon ott lesz több bányász, aki végrehajtja a tranzakciókat, és akkor nem száll el a gáznak az ára, akkor vissza tudják csökkenteni. Úgyhogy ilyen okos dolgokban gondolkoznak hosszú távon a Karénánál. Azt mondja, hogy PECT native, igen, alapból a PECT-be a programozási nyelvébe bele van építve a Kadénának. A multisig, ja, ez nagyon jó ez a multisig, hogy bele van építve. Több pénztárcás megoldás, tehát mondják is, hogy lehet, hogy több helyen is azonosítani kell magadat, akár van otthon is egy pénztárca, van az órádon egy pénztárca, a telefonodon, akármi is, mondjuk meg lehet adni, nem lehet, csak akkor tudsz utalni, ha kettő, mind a kettő nél jóvá hagyod. Tehát ugyebár sétálsz az utcán, nem tudnak kirabolni, hogy na akkor a telefonodról mutasd a QR-kódra, vagy küldd át erre a QR-kódra mindenet, ami a telefonodon van, hanem csak úgy lehet, hogy a másik felén otthon is jóvá kell hagyni, és csak úgy lehet utána utalni az egészet. Úgyhogy ez nagyon jó kis védelmi szempontból is ez egy komoly dolog, ilyenekben is gondolkoznak Kadénánál. Akkor a másik smart contract, okos szerződések módosítása, az Ethereumon színnél kell kódolni magát az embernek, rá kell aggatni még ezt, meg azt, meg amazt az Ethereumra, hogy bármit tudjanak módosítani, rajta meg az okos szerződéseken. De ez a Kadénába alapból bele van építve, bármikor pik így lehet módosítani rajta az okos szerződéseket. Az NFT-knél meg megint azt mondják, hogy jelenleg az NFT-k az, amikor utalja valaki az Ethereumot, mondjuk, hogy NFT-t akar venni, akkor nem cserélődik ki rögtön, nem megy át az NFT, amikor az Ethereum érkezik be a számlára. De ez a Kadénál ez is megvan, hogy rögtön átmegy. És a végére Saved by Kadéna oldal, ezt is elmentettem szerintem, nagyon remélem, pillanat, menni újra nyitás, és Saved by Kadéna, jó, itt is van, oké. Okay. Elmentettem, itt pedig ez még egy nagyon szép dolog, amit mondott tegnap az Popjoy, hogy utóbbi 11 projektből, amiket
embereket kifosztottak az elmúlt 8 hónap során, abból 8-at meg tudott volna menteni a Kadéna. Savebuy.kadena.network, itt van, 850 millió dollárt nem tudtak volna elrabolni, hogyha Kadénán csinálták volna ezeket a DeFi, ezeket a DeFi applikációkat. És akkor itt mutatják, egyszer a három érv, egyszer a PECT, a programozási nyelvük, ami mege, igen, hú, nem megelőlegezte volna, hanem, hát mindegy. Ha a PECT, tehát az ő programozási nyelvüket használták volna, ami be van építve alapból hibakereső, meg minden egyéb, akkor nem tudtak volna lopni erről. A zöld az, hogy biztos, hogy nem tudtak volna anélkül lopni, vagy hogyha ezt ezen csinálják, ezek be vannak vezetve, vagy Kadénán csinálják, akkor nem tudtak volna lopni. A sárga az, hogy azért egy kicsit okosnak kell lenni a programozónak is, plusz gógyit bele kell tenni, de úgy már nem tudtak volna lopni. A scalable proof of work, ugyebár, hogy skálázható bányászat alapú blokklánc, a Kadéna, és ezzel kapcsolatban azt írják, hogy amikor a gázdíjak irgalmatlan magasok, mert hogy nem lehet skálázni egy blokkláncot, mint mondjuk az Ethereum, akkor a fejlesztők gyakran kevésbé biztonságos okos szerződéseket írnak, hogy csökkentsék a tranzakciós díjakat. És akkor igen, itt vannak, hogy mit, hol, mennyi, 150 millió a kompont kirablásból, az nem lett volna, ha Kadénára építik, pak, itt mindenfelé, az FV van még itt, formal verification, amikor a PECT program nyelve a Kadénának az alapból előauditálja, felülvizsgálja a program kódot, rögtön megnézegeti, hogy milyen problémák lehetnek benne, hogy tudják feltörni, vagy sem. És még jóvá hagyottan fel is lehet tenni, ilyen közösségi felületnek tűnik, hogy bármi más projekten van ilyen probléma, vagy bárhol máshol hogy oldották ezt meg. Úgyhogy ennyire intelligensre próbálják csinálni a PECT-et, vagy csinálták. Jó, és akkor ezek miatt ezek a blokkláncok sehol nem tudtak volna lopni, hogyha Kadénát használnak. A Poly Network, a világ második legnagyobb bankrablása a Poly Networkön volt tavaly augusztusban. 600 millió dollárt loptak el innen, és ezt is, hogyha a PECT Kadénának a programnyelvén írták volna, akkor nem tudtak volna lopni onnan se semennyit. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon jó a Kadéna. Na nézzük tovább. Azt mondja, hogy mik a trendik, ma ApeCoin még mindig full trend. Jaj, lejött 12-re vissza, tök mindegy. Jó, már 10, úgy néz ki, hogy 10 zajja fixen. Oké, azt mondja, hogy tovább. Polka Bridge, Polka Dotos híd, ez mit csinál? 14%-ot nőtt, ez nem lehet szerencsejátékos. Nem is az, 800. helyen van. Jaj, 18 millió dollár, a piac értéket nagyon-nagyon gyengusz még egyelőre. Végtelent lehet kinyomtatni belőle. Az se egy jó dolog, a 44%-kal kereskedtek a piac értékének elmúlt 24 órába. Hát van egy polkadatos híd, ősszel megnőtt, azelőtt nem. Ez jó volt az őszi növekedés, azóta meg korrigál az egész piac, hát ez lehet, hogy majd fog menni, hol lehet ezt kapni. Annyira még nem nagyon fogom ezt én nézni, hogy figyelősre betegyem. Gétájon, Kukajna, Uniswapon, Quickswapon, Maxcén lehet kapni, jó? Egynek, hát ez nem tűnik szerencsejátékosnak, de olyan nagyon azért még nem kezdem el figyelgetni. Tovább, mi van még itt? Adadau, azt tegnap mondtam, hogy nem nagy vasszis, de az Pancakes Web se egy komoly dolog, az megint hülyeség, Celo, az ment egy kicsit, most megállt. Shiba Inu egynek elmegy, nem olyan nagy vasszis, az Cardano, abból lehet jó, most korrigálgat kicsit vissza. Axie Infinity, hát most 2-3 perc az Axie Infinity-ről beszéltem, abból döntse el mindenki magának. Azt mondja, hogy jó, az hülyeség, és akkor mit néznek? A legtöbben van itt valami, ami nem marhaság. Hát, a Deeper Network-öt mondják, hogy abban páran befektettek, az még lehet, hogy lesz belőle valami, de a többi az mind marhaságnak tűnik, ami itt van. Jó, azt mondja, hogy Bitcoin 44.200-on, 0,5% pluszban, plusz 5%-osokat nézegessük meg. Azt mondja, hogy jaj, első körben, jaj, mert tegnap csak nem mondtam, mert ApeCoin, na mindegy, ApeCoin, dupláztam az ApeCoinba, hát lehetett, mindegy 13 fél körül, most 12 fél körül is tudtam volna. Na majd meglátjuk, úgyhogy jó, na mindegy, nem bánom, mert ApeCoinba azért akartam, mert 0,5%-et érvettem ugyebár ApeCoint, itt 7 dollár környékén, aztán azért meg is nőtt szépen tovább, és akkor lett belőle kb. 1% vagy 0,7-0,8 környéke, de mondom, nehogy már a metaverzumokat meg az NFT-ket, ahogy fogom, a Sandboxba 3% legyen, Monába 2, az Engine-be meg másfél, abból is már szerintem lehet, hogy már van 2, na mindegy, most megint korrigált vissza, de hogy legyen már legalább 2% az ApeCoin-be is, meg vagy 4-szeresét szerintem, itt még ő lazán növögetheti majd, még csak 3 billiós a piaci értéke, még a 30 billióval is, hol vannak a 30 billiósok? Ha 10-szeresét nőni az ApeCoin,
akkor lenne, jó, hát akkor már benőne ide a Szolanához, meg ilyenek a top 10-be. De ha mondjuk egy négyszeresét, mondjuk 12 bill, a top 20-ba, szerintem lazácskán bejöhet az ApeCoin, és a top 20-ba már 10 billiósok vannak. Az ApeCoin meg most jelenleg ezen a, igen, 13,5 dollár sáron. Hát itt meg még nem 12 van, tök mindegy, 13 dollár környékén, itt 3,5 billió, hát majdnem 4 billió, 3,5 billió. Be 3-4 szeresét lazán nőheti szerintem, és akkor még csak a top 20-ba lesz benne. Úgyhogy hagyj legyen benne 2%, ne az legyen 1% megnő 4%-ra, inkább akkor a 2 nőjön 8-ra. Na jó, majd meglátjuk, hogyha ez volt az egyik oka, amiért az ApeCoin-ba pakoláztam, és akkor ugye már 1% profit volt, amit a Waves eladásból volt itt a portfólióba, azt most ezennel visszanulláztam, mert bele is toltam ApeCoin-ba. Jó, 12 fél az megint nagy határa, itt sokat mozorgott, innen pattant vissza tegnap is 12 félről. Jó, vagy a körülről, jó, most kicsit, hát meglátjuk, milyen irány mozognak a piacok. Oké, na de azt mondja, hogy másodpercen ApeCoint, azt akkor vihetem is lefelé, hát most tök mindegy, bedobom csak így valahol 2%-osok közé. Menj már lentebb, hogy atya úristen, mit csinál ez? Jó, aztán majd holnap úgyis be kell rendezni, valahol itt van ő, Waves, meg a van a környékén. Jó, na akkor tovább, plusz minusz 5%-osak. Jó, sokan, sokan vannak mínusz 4% környékén, mondjuk a NIR protokoll mínusz, de ilyenekre meg mindenki mínusz 5% plusz mínusz 1-2%-ban van kár. Hát akkor mínusz 10%-osokat nézem, aki, vagy mínusz 10%-osokat nézem meg, akik zöldbe vannak. Ja, az elejéről majdnem üzé. Hát onnan meg hova tűnt a felirat? Ott van, jó, oké. Okay. Elej, majdnem elfelejtettem, Kadéna még így is pluszban van, ő már kezdene, nagyon kezdene kilőni, épp itt van már az ideje. Másfél százalék pluszban, vagy 2% pluszban a Kadéna, többiek mindenki pirosban. A Phantom van még 2,5% pluszban, ő is indult volna meg keményen, mínusz 10%-osok azért nincsenek. Jó, hát az FTX az nullán van kb. A Helium közel másfél-két százalék pluszban. Az Algorand 1% pluszba, a Runa, jaj, a Runa, nagyon jön, nagyon jön. Hol van az árszáj? Itt 10 körül, itt valahol, ja, de honnan 5 dollártól használ, hát ez még csak 100%, 12 fél körül, ott fogok szerintem 150%-nál profitot kiszedni belőle. És akkor már itt meg igen, 200% környékén, ahogy meg feljön 15 dollárra, ott volt az előző plafonja is, ha hosszú távon megné. Jaj, volt egy 15-nél, meg egy 20-nál is, ülj, na majd, hogy most meddig? Na jó, egyelőre még most hogy menjen a napi RSI, az azelőtt meddig ment fel? 80-ig, 79, 95-ig, 80-ig felment az RSI, most van 75-nél. Meglátjuk, mi lesz, de most nagyon-nagyon megy a Runa, oké, mindjárt üti a 10 dollárt. Jó, mondtam, és megpillett kicsit, megállt pihenni 10 dollár előtt, kicsit csökkent az áraszály, visszaesett a napi áraszály 68-ra, és akkor most lő ki újra, újra kezdi ostromolni a 10 dollárt. Jó, 15% pluszban van a Runa, a Convex az 3,5% pluszban van. Na, innen már csak ki van még, hát az UFO itt Kadénáiknál, UFO is egy picit nőtt, 4,5% pluszban van. A Chili's nőtt 8%-ot. Jó, hát innen már csak aki, hát mondjuk aki 5%-nál zöldebb, azt azért én nem mutatom, API 3 nőtt 5%-ot, az Aniswap, hát az mi a jó Istenre fel, ez majd összeesik holnap, hát mi a fenére nőtt volna ez 30%-ot, ilyen indokolatlanul tök fura, jó, nőtt 30%-ot, oké, az AGIX nőtt még 15%-ot, meg az SOS 11%-ot, jó. Azt mondja, hogy igen, Bitcoin 44.200 dolláron, legyen ennyi mára, kösz szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!